a mai könyvemutatót. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm az együttgyűlteket. Én Nagyolt Károly vagyok, az Orgyolt és Társai könyvkiadónak a tulajdonosa, és nagy örömmel köszöntem Harmata János pszichiáter, pszichoanalitikust, aki a mai könyvünknek, amiről ma fogunk beszélni, ez a neuropszichodinamikus pszichiátria tankönyve, a lelke, a megálmodója, a tervezője, javasolta, hogy jelentessük meg, és nagyon szépen köszönöm, hogy elvállalta, hogy bemutatja. És az első kérdés az rögtön az, hogy miért fontos ez a könyv. Erről kellett nekem 2 év alatt Orgyolt Károlyt meggyőztem, hogy miért fontos ez a könyv. Elnézést, hogyha egy kicsit a hangvételt, ilyen barátságban, hogy lesz, de hogy ez van. És szeretném mondani, hogy ez egy nagy vállalkozás, és én nagy tisztelettel vagyok a kiadó iránt, hogy ezt végigcsinálta, és a fordítók iránt. Nekik is itt kéne lenniük, és nagyon megérdemelnék, hogy szemtől szembe lássuk és halljuk őket. Hihetetlen gondos és jó munkát végeztek. Lutárt Andrea és Váradi Enikő, szoros kapcsolatban álltunk, és én nem gondoltam volna, hogy még a nyáron, hogy őszre ez befejeződik és karácsonyra megjelenik, de ők megtették, amit csak lehetett. Miért gondolom azt, hogy ez a könyv, ez fontos és érdemleges az, hogy megjelenjen magyarul? Hát először is azért, mert német nyelven íródott. És a német nyelv az most már kevesek számára hozzáférhető. Ha angolul lenne, akkor ez egy könnyebb dolog lenne. De mégis ez így van. A Springer kiadónál jelent meg 2014-ben. Az előzménye az, hogy a szerzők, a 3 szerkesztő, tulajdonképpen mert több szerzője van a könyvnek, de 3 szerkesztője van, akiknek a keze nyoma és az eszmefuttatása végig is húzódik ezen a könyven. Ez egy igazi nemzetközi tímet alkot, egy svájci professzor, egy kanadai professzor és egy német professzor, ezek szépen összejöttek. A könyv egy szakkönyv. Ez azt jelenti, hogy mind a 3 és a tímjük is egyetemi emberek, kutató emberek, olvasó emberek, idéző emberek. És ez végigmúlul, tehát szakszerűen megírt, gondosan megírt könyv. Én most már még pszichológiai analitikus vonatkozásban is kevés olyan könyvet láttam, amelyik ennyire tankönyvszerűen és precízen meg van írva. Megírt könyv, és egy nagy feladatra vállalkoznak, majdnem azt mondanám, hogy túl nagy feladatra, nevezetesen arra, hogy összeboronálják a mélylélektani ismereteket a jelenleg rendelkezésre álló neurobiológiai kutatások megállapításaival. Méghozzá ezt szakszerűen és tudományosan. Mit értek a szakszerűség, mit értek a tudományosságban? Szakszerűség alatt azt értem, hogy szakirodalomra és korrekt ismeretekre támaszkodnak, a tudományosság alatt pedig azt, hogy nem bonyolítják túl a helyzetet. Nekem nagyon tetszett a könyve az, hogy ahol analógia van, ott megmaradnak az analógiás szinten, ahol ennél erősebb összefüggés van, azt megjelenítik, de megmaradnak azon a tudományos objektivitási szinten, amiben jelenleg a kutatások állnak, felvázolva helyenként azt a perspektívát, hogy hogyan lehetne tovább, vagy hogyan lehetne másképp. A kérdés mindig egy ilyen könyvnél, hogy ennek a megállapításai és ennek az elolvasása az milyen haszonnal jár az olvasó számára. Én a klinikumból jövök, és ilyen szemmel is néztem a könyvet, és ilyen szemmel is olvastam, és azt kell mondanom, hogy tágítja a gondolkodást, új terápiás lehetőségeket villant föl, és azt a tudást, amit az ember megszerzett, az kibővíti és nagyon újra is rajzolja. Én említettem, hogy a szerzők törekvése az, és ugye vitatkoztunk is rajta, amikor a könyv magyar címét fogalmaztuk meg, hogy legyen egy ilyen magyaros cím,
hogy legyen az eredeti cím. És aztán az eredeti cím került bele, és ennek az indoka az, hogy maguk a szerzők erre hangsúlyt fektettek. A neurodinamikus pszichoterápia, tehát neuropszichodinamikus pszichiátria, ezt a címet ezt ők találták ki, és ez kvázi a könyvön belül egy kis irányzat bimbójaként kezelik, nevezetesen, hogy benne van a neuró, de benne van a pszichodinamikus rész. Miért pszichiátria mégis, amikor pszichológiáról szól? Azért pszichiátria, mert igenis nekilátnak a nagy pszichiátriai korképek neurobiológiai alapjainak mélélektani megértéséhez. És ez egy egészen új vonalat fog jelenteni ez a pszichiátereknek is, tehát pszichiátereknek, pszichológusoknak, pszichoanalitikusoknak, neurobiológusoknak egyaránt jó lesz ez a könyv. Mostan, ha mondjam még, hogy lehet, kapok, kérde, kapok állítólag éles kérdéseket. Hát, úgyhogy... Tehát megtudtuk azt, hogy miért fontos ez a könyv. Miben, tehát mondta, hogy összerakják a neurológiát, a neurobiológiát, a mélélektan kérdéseit, de ebben azért elég sok próbálkozást láttunk. Igen. Mi az, amiben mégis új? Tehát oké, hogy összerakják, oké, hogy van ez a szándék. Mennyire sikerül ez nekik? És mi az, amiért sikerül? Fordítva indulnék el a válaszadásban. Szerintem mi az, ami nem egészen sikerült? Jó? Nem egészen sikerül az, amiben én magam is a tapasztalatom alapján Tamás vagyok, hogy a pszichopatológiai jelváltozások, korképek, azok neurobiológiai struktúrákat változtatnak, meg agyi struktúrákat változtatnak az agyba. Ugye ezt ki tudjuk most mutatni, a könyvben is főleg MR vizsgálatokra támaszkodnak. Egyes agyterületeknek a patológiás túlműködése, vagy éppen alulműködése, sőt ezeknek a bonyolult szabályozó köröknek a zavarai ma már nagyon szépen kimutathatók. A döntő kérdés az, hogy amikor a terapeuta székébe ülünk, akkor vajon mit kezelünk? Akkor a pszichopatológiai eltéréseket kezeljük, vagy a neurobiológiai elváltozásokat kezeljük? És azért ma még nem tudjuk kimondani teljes biztonsággal, hogy a neurobiológiai agyi elváltozások okozzák a tüneteket, lehetséges fordított föltételezés is, hogy a pszichopatológiai tünetek, azoknak a fönnállása, vagy azoknak a tartós fönnállása, az okozza éppen a agyi morfológiai elváltozásokat. Terápiás megközelítésben az én véleményem szerint prioritása van mindmáig a lélektani megközelítésnek, és a lélektani megközelítésnek annak a fajtájának, amit pszichodinamikus megközelítésnek nevezünk, ezzel most nem zárom ki a más típusú megközelítéseket, tudjuk, hogy azok is lehetségesek, azok is hagyhatnak, és azoknak is megvan a létjogosultság. Azt viszont én megkérdőjelezem a tudomány mai álláspontja szerint, aztán lehet, hogyha tovább fejlődik, akkor ez is változni fog, hogy a neurobiológiai oldalról, tehát ha én a terápiát arra méretezem, hogy majd a hipokampuszban lévő körök az, vagy a hipokampusz atrófia az majd megjavul, az nem biztos, hogy így működik a terápiás gyakorlatban. Még ez az út kérdőjeles. Lehet ebben vitatkozni, és lehet ebben tapasztalatokat gyűjteni. Ők nagyon szeretnének idáig eljutni, látom ezt a szándékot a könyvbe. Szerencsére csak egy-két helyen tör ez át, mondom én szerencsére, ezért indultam ki a kritikából. Mit hoz ez mégis? Azt hozza, hogy akik pszichodinamikusan iskolázottunk, el tudjuk helyezni az ismereteinket a mai tudományos neurobiológiai ismeretek körébe. És ez egy nagyon fontos bővülés, tehát ez egy nagyon lényeges dolog. Ezeket az eredményeket nem lehet ma egyszerűen figyelmen kívül hagyni, és egészen biztos, hogy a további kutatások további új eredményeket hoznak. Mi várható ettől, illetve mi nem várható?
az várható, véleményem szerint, hogy részint ez a két terület közelebb kerül egymáshoz, ma még nagyobb mély szakadékok vannak, és a szerzők helyekként építettek hidat, ahol szakadol a vonal, de még a szakadék azért nincsen teljesen felkutva. Másrészt pedig tudományosan is igazolódik, ebből a szempontból, a neurobiológiai szempontból, nem csak a pszichológia oldaláról, és mélyélettani tézisekre, ha az igazsága, vagy pedig a tévedés. Például? Hát jön a szerzők igyekeznek elhelyezni, én a pozitív példákat tudom a könyv alapján jobban mondani, de az is biztos, hogy valamennyi régi kifejezést az érdemes újra gondolni, és érdemes ebben a fényben újra megvizsgálni, melyek azok, amiket tudunk, melyek azok, amik hatékonyak, melyek azok, amik segít ellenként működnek, melyek azok, amelyek felejtősek. A szerzők, ha már itt tartunk, akkor a self fogalma köré csoportosítják a mondani valójukat. Tehát ez egy nagyon lényeges dolog, hogy a self-nek a összefüggéseit próbálják megfogalmazni neurobiológiai szemlélettel is. És ebben a megfogalmazásban szerintem nagyon jó eredményeket érnek el, és a önreferencia kérdésben, az abban megjelenő idegi aktivitásban, stb. És ezzel eszközt és hátteret adnak a pszichodinamikában jártas kollégáknak. Másképp lehet terápiát csinálni, tudom, nem csak valaki kitalálták, vagy valaki elmondták, vagy valaki megírták, hanem most vannak újabb kutatások, és ez az újabb kutatások ezt akár megerősítik. A könyvnek két nyelvezete van. Az egyik nyelvezete az egy bélélektali pszichoanalitikus nyelvezet, nagyon szépen és nagyon korrekten, ilyen németes lakorítosan megírva, a másik nyelvezete pedig ez a neurobiológiai nyelvezet, amiben látszik az, hogy jön az amerikai irodalomból, meg is hagyják az angol kifejezéseket. Ez előnye a könyvnek, mert nem kell akkor újra fordítani meg újra, mi is a fordításnál meghagytuk, mert hogyha ők az angolt használják, mi is az angolt használtuk. És így ez egy pár kifejezés, de rövidítéseikkel együtt, ha valaki beleássa ebbe magát, akkor nagyon szépen ez az agy morfológiai, patológiai rész, az szépen földerül és tisztára válik. Nekem nagyon tetszett az, hogy ezt a kétféle nomenklatúrát nem keverik össze, hanem megfeleltetik egymásnak. Az más, mint az összekeverés. És ebben a megfeleltetésben mind a két oldal szakemberei el tudnak járni. És én nagyon remélem, hogy a neurobiológiai kutatásokat is megdobja ez, vagy a közeledését a mély lélektan felé, mert ők is, azok a kollégák, kutató kollégák is kaptak kezükbe egy vokabulárt, meg kapnak kezükbe egy megfeleltetést, meg kapnak egy megfelelő közelítést. Tehát így lehet ezt érdemesen olvasni. Ami így János nagyon gyorsan átment, és egyszerűen talán a hallgatók ezt nem is nagyon értik, számomra is azért egy kicsit nehéz, és ez pedig az operacionalizálás. De azt gondolom, hogy az a pszichoanalízis, meg egyáltalán a pszichológiai tudományokat gyakran éri az a vád, hogy nem operacionalizálható, tehát hogy tudományosan nincs egy követhető rendszere. Én azt gondolom, hogy ez a könyv ezt a téves állítást teljes mértékben megcáfolja. Mondhatom ezt? Igen, hogyne, de mostan egy asszociációs pályán hadd induljak el, jó, egy pici kísérővel, hogy Károlyal kiadtuk a operacionál pszichodinamikai diagnosztikát, ha már operacionálásról van szó, ami ugye azért operacionalizált volt, mert a páciens viselkedési tulajdonságait felelteti meg elméleti kategóriáknak. Tehát az az operacionális tulajdonság.
megnézem, hogy hogy viselkedik a páciens, és abból meg tudom mondani, hogy az elméleti kategória rendszeren belül hova tartozik. Tehát ettől operacionalizált, mert le vannak fordítva a pszichotikus elméleti kategória egyes elemei a páciens viselkedésében megnyilvánuló sajátosságokra és fokozatokra. Itten viszont az operacionalizálással a Károly mint egy picit más gondolt volt. Lehet. Egy picit. Igen. Ugye? Igen. Tehát azért teszem ezt az észrevételt, tehát egy picit mást. Itt a operacionalizálás abban a folyamatban érthető, hogy kutatási hátteret kapnak, és kutatási igazolást kapnak az elméleti tételek, vagy az elméleti megállapítások. És ez egy nagyon jó dolog, tehát ez egy biztonságot nyújt, meg én nagyon azt remélem, hogy ön is gondolkoztat kollégákat, fiatalokat, stb. És megnő a pszichoterápiás kutatásnak a ázsiója, és nem csak az ázsiója, hanem a indítása is, hisz ezekkel az alapokkal lehet indulni, ezekkel a hivatkozásokkal lehet indulni. Nekem, ha már az operacionalizálásról tartunk, akkor külön tetszett az, hogy a könyv nem az egész neurobiológiát emeli be a tárházára, hanem nagyon gondosan azt a szintet, tehát a molekulális szintet, nem? Azt a szintet választja, ami az agyi struktúrákra vonatkozik, és ami főleg emelt vizsgálatokkal vizsgálható. Azért, és sejtem a szerzőnek a szándékát, mert itt a legnagyobb és a legjobb a jelenleg tudomány jelenlegi szintjén a megfeleltetés lehetősége. És ez így nagyon rendben van. Tehát ez így én nagyon rendben lévőnek találom. Ahol nekem nehézségeim vannak a könyvvel, mert kénytelen voltam alaposan kétszer is átolvasni, az egyes terápiás megállapítások. Azt mondanám, hogy ez egy nagyon részletes és nagyon jó tankönyv, de igazából elméleti háttértérként nagyon jól használható. Igyekszik a könyv terápiás példákat hozni. Lehet látni, hogy ezek a terápiás példák, ezek nem a szerző saját példái, hanem munkatársaiktól kölcsönzött példák. Nem lehet mindenki egyszerre terapeuta, meg egyszerre professzor. És a másik pedig az, hogy amikor bemutatnak intézmények és terápiás próbálkozásokat, akkor ezt a jó gyakorlat példája szintjén mutatják meg. Nekem mindig gondolom van a jó gyakorlat. Ugyanis nagyon sokszor helyzetfüggő és nagyon sokszor személyfüggő. Tehát nem olyan, hogy most elkezdem kopírozni és én is csinálom és az ugyanaz lesz. Tehát itten vannak problémák, de nem egy terápiás könyv, tehát nem kell ezt elvárni tőle. De helyenként ezt fölvillantják, jól teszik, igyekezdek a nagy pszichiátri kórképektől ilyen példákat, vagy akár ellátási példákat is hozni. Ha ezt a részét olvasom a könyvnek, akkor azt kell mondanom, hogy mi is tudnánk ilyen példákat hozni hazai viszonylatban, sőt, talán meretesebbeket is, nem vagyunk ebben semmiképpen nem maradva. Amiben hátrányaink vannak, az ezek a kutatási lehetőségek, évtizedes kutatás, egyetemi formában történt, és azt a színvonalat megkívánt kísérletek, ebben van még hátrányunk, remélhetőleg, hogy ebben az irányban sikerül elmozdulni. Én nagyon örülök, hogy ezt a könyvet sikerült befejezni. Tehát a két fordító kolléganő, akiknek a nevében is mondom, óriási munkát végeztek, és én nagyon örülök, hogy nem veszítették el közben a lendületüket és a lelkesedésüket. Én voltam a szakmai doktor, és mindig azon, attól tartottam, hogy ez valahol kifújt, és akkor probléma lesz. De nem veszítették el, hanem szépen küldték, és végignyomták, és csinálták az egészet. Azután a kiadó is az egészet sürgette, és hát azért egy kicsit a vége rohan munkába készült el, ezt kell mondanom. De minden ilyen könyvnek, hogy elkészüljön, bele kell tenni a fordítóknak magát, a lektoroknak magát, és így állt ez elő. Úgyhogy ez egy örömünnep, hogy előállt.
és azért szeretnénk ezt most a könyvbemutatóban megosztani, mert az MPP kongresszusán is megosztjuk, hogy ez az örömünnep, ez egy közös ünnep legyen. Hát és Jánosnak is nagyon szépen köszönöm a munkáját, és azt, hogy mellé állt az egész könyvnek. Azért azt el kell, hogy mondjam, hogy a könyvben rendkívül sok eset szerepel, esetillusztráció. És amikor elméletekről ír, és ez a pszichoanalízis és a neurobiológia összekapcsolásáról, akkor mindig hoz eseteket. És itt egyszerűen is találom esetünket. Igen, és ezek, és azért azt gondolom, hogy, hogy amikor a két fordító ezt elkezdte fordítani ezt a könyvet, megérkezett együttük. Tényleg egy tapsáról. Legjobb kor jött. Igen. Egy pohár vizet? Persze, mert már mi rólad mindent elmondtunk, hogy most nem mondhatsz el. Dr. Váradi Enikő, pszichiáter, a könyv egyik fordítója. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Nézést, csak autóbaleset. Kikészültek a fordítók, tetszik látni, mekkora munka volt. Abszolút. Többszörös. Akkor megkérdezem, hogy milyen volt fordítani. Hát ez már nem az első könyv, amit szakmai és akár analitikus irodalomban fordítunk, és azt kell mondanom, hogy nehéz. Nehéz volt fordítani. Elsősorban azért, mert hogy mind a két nyelvet kellett érteni, tehát ezt a neurobiológiai megközelítésnek a fogalomrendszerét és az analitikushoz is kellett egy kicsit konyítani, talán nem is kicsit, és hogy azt hiszem, hogy ez az olvasónak is jelenthet egy kicsit nehézséget, de elég jól elmagyarázza azért a fogalmakat, én azt gondolom, hogy követhető. Bele kell szokni az olvasásába, és hát nem egy olyan könyv, amit egyszerre lehet olvasni, hanem nyilván célirányosan vagy szemben lényenként. 10 oldalnál többet olvasni belőle egyszerre túladagolás. Igen, azt kell mondani, hogy fordításban is így volt. Hogy 10 oldal egy nap az már mindenképpen nehéz volt. Tehát, én mindenképpen úgy ajánlom, hogy ha valami kérdés adódik szakmailag, akkor érdemes utána nézni, vagy egy-egy szakasznak. Érdemes utána nézni. Én azt akarom kérdezni tőled, Enikő, hogy te gyakorló pszichiáter vagy. Amikor elolvastad a könyvet, akkor változott-e valami a te betegekkel való kapcsolatodban, abban, hogy hogy gyógyítasz? Ezt így most nehéz lesz végigkövetni. Azt mindenképpen érdemes talán ez a kérdés kapcsán, igen, a könyvvel kapcsolatban megfogalmazható, hogy, hogy az, hogy, ez, hogy a neuronális rendszer működik, és hogy az arra való hatások, azok milyen sokfélék lehetnek, az egy bizonyos működésmódra konvergál, és aztán azt mi valahogyan tudjuk befolyásolni a terápiás modalitásokkal, most legyen az nem feltétlenül csak analitikus, ugye, amire a könyvre alapoz, de akár más modalitásokban, ez nagyon fontos, tehát hogy itt az ok, okozat, következmény, hatás, ellenhatás, mivel tudjuk terápiásan aztán ezeket a problémákat gyógyítani, ez azért nem azonos utakat jár be, tehát sokféle megközelítés lehet, de nagyon jó azt látni, hogy tulajdonképpen magát ezt a működést megpróbáljuk megérteni, hogy mi történik az agyban. Tehát, hogy arra vannak már nagyon jó modellek a könyvben, nem feltétlenül mindegyik azonos mértékű evidenciákkal rendelkező, de mindenképpen jó munkamodellek arra, hogy hogyan képzeljük el erre ezt a működést. Például mondok így egy példát, ami én pszichotikus betegekkel foglalkozom, és hát itt a különböző neuronhálózatoknak a működési egyensúlyának a modellje, ami benne van, az nagyon-nagyon jól követhető a betegeknél. Nem feltétlenül közvetlen befolyásolja a terápiát, de mondjuk azt, hogy egy halucináció hogy keletkezik, hogy a téveszmék azok tulajdonképpen ezeknek a neuronhálózatoknak a felborult egyensúlyából hogyan következtethetők
illetve hogy ez hogyan vezethető aztán a különböző külső hatásokkal összefüggésbe, ezek már azért terápiás konzekvenciákkal is vannak, nem tudom, hogy ez így érthető. Tehát mondjuk azt, hogy a stresszorra érzékeny egy pszichotikus beteg, arra miért pszichotikus lesz a válasz, és miért nem egy más fajta tünetképzés lett, ezek már sokkal jobban megérthetők, és hogy igazából nekem azt tetszett ebben a vonalban, hogy hát azért, nem tudom, János mondta, de hogy azért az a freudi idea, hogy meg tudjuk magyarázni a történéseket, a pszichi történéseket neuronális úton, ez már azért nagyon benne van a könyvben, még akkor is, hogyha nyilván rengeteg kutatás szükséges ahhoz, hogy ezek ilyen jól robosztus evidenciák legyenek, jól igazolt evidenciák legyenek, de mindenképpen azért ez a freudi gondolat ez benne van a könyvben. Ez az egy pszichológia vázlata 1885, ha? Bocsánat, amit idéztél, de a freudi gondolat. Tessék, hát amit én még szeretnék kérdezni, hogy mondta János, hogy a nagy kórképek. Igen. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy a diagnosztika az úgy tűnik, hogy fontos. Hát a... Mert hogy ebben most elég sokféle megközelítés van, hogy kell diagnosztizálni, nem kell diagnosztizálni. Jó, hát ez most két kérdés van benne, de megpróbálom kibontani. Tehát az egyik kérdés az, hogy mit hol találunk meg a könyvben. Hát a skizofréniát a skizofrénia címszó alatt fogjuk megtalálni, ami egyben diagnosztikus kategória, a személyiség zavarokat meg a másik. Tehát azért a könyv beosztása is eszerint halad. A másik viszont, amit Károly kérdezett, az egy másik probléma, és ezt a könyv elején egy külön fejezet tárgyalja, nevezetesen az orvosi diagnosztika, illetve a pszichiátriai diagnosztika tüneti fenomenológiai diagnosztika problémái. És ez hogy függ össze a tünetek mögött, a kórképekkel, a kórképek lélektani és dinamikai részével, hogy érthető ez meg, vagy pedig éppen hogy nem. Tehát az a régi dilemma, hogy vajon a tüneti alapú vagy diagnosztika az egy ponton nem éppen gátolja-e azoknak a bonyolult belső folyamatoknak a megértését, amelyek egyes kórképekhez tartoznának. Kettő, a kórképek határai, illetve amit ma komorbiditással öntünk le, úgy gondoljuk, hogy ezek átfolynának egymásba, de mai diagnosztikus rendszerekben ugye a komorbiditással intézzük el, tehát akkor van neki ez is, meg az is, meg az is, és akkor több dologban van benne. A probléma ilyenkor az, hogy már fogalmunk sincs, én most azért a hétköznapi pszichiátriai gondolkozást veszem, de eddig külön megkritizál engem, hogy arról, hogy hol van az egyiknek a vége, hol van a másiknak az eleje, gyógyítjuk ezt is, meg gyógyítjuk azt is, meg amazt is, és tulajdonképpen azt nagyon nehezen tudjuk észrevenni a mai diagnosztikus rendszerek fényében a elméletek másik részét, amelyik arra vonatkozik, hogy nem is biztos, lehet, hogy egy spektrumról van szó. Lehet, hogy egy fölé helyezett rendszerről van szó, és nem biztos, hogy a jelenlegi diagnosztikus rendszereink a végső, és azok fognak sikerülni. Mondok erre egy példát, ha már itt van, van a DSM-5. Ugye most a DSM-5 a sláger, és ebbe haladunk. A DSM-5-ben nagy vita volt a személyiségzavarok tekintetében. Hisz a pszichológiai kutatások a személyiségzavarokat szívesebben egy spektrumszerű megközelítésben látnák, viszont a pszichiátriai diagnosztikai gondolkodásnak nem lehet ilyen csúszóka kategória. Tehát mégiscsak kell egy tóli kategória, ez inkább ide tartozik, ez oda tartozik, meg oda tartozik. És kemény összeütközés volt ebben, aztán megmaradt egy kicsit a csúszóka, de alapvetően mégis a személyiségzavarok kicsit egyszerűsített formában, mint a DSM-4-be, de megkapták szinte ugyanazokat a diagnosztikus kritériumokat. Azért érdemes ezt a problémát újra meg újra tárgyalni, mert tulajdonképpen történetileg nézve a 19. század második felében és végén vetődik ez föl az orvoslásban, tehát a diagnosztikus kategóriák, ami előre viszi az orvosi gondolkodást,
és ugyanakkor elkezd ilyen problémákat okozni. A szomatikus orvoslásban ezek a problémák kisebbek, tehát ottan a kórképek meg a betegségképek ilyen szempontból jobban elválasztható. A pszichiátria területén hozott ez nagy fejlődést, ugye mondjuk a DSM vonulatát mentve, de hát vannak nagyon érdekes fejezetek is ebben. Másik példa, amit mondanék, elnézést a túl hosszúra nyúlik a válaszom, de hogy a DSM 3-tól kezdve, ugye a DSM-ből kimarad a neurózis fogalma. Ez egy hihetetlen nagy és erős fogalom volt addig. Mi még úgy tanultuk, és még úgy gondoltuk, hogy a kritériumai is megvannak. Aztán ebből kimaradt azért, mert annak volt egy kis spektrumszerűsége, nem fér bele ebbe a kategóriába, és ezért szét lett vagdosva. Tehát a neurózis fogalma, vagy a hozzátartozó kórképzésekből képzelni, hogy ollóval cetlikre vagdosták, az egyiket betették a depresszióba, a neurotikus depresszió szinten, stb. Vele kerülni az összes többi kategóriába. Az a kérdés, most már több évtizedes távlatból, hogy ezzel nyertünk, terápiás szempontból, vagy nem nyertünk. Ezt a kérdést nagyon nehéz eldönteni, mert nagyon sokszor a gyakorlatban is, meg a gondolkodásban is, meg a kutatásban is így hiányzik. Szóval ez a diagnosztikai kérdés, ez egy nagyon égető kérdés. A könyvben is megvan, nagyon jól megvan az elején, és akkor ottan ők állást is foglalnak ebben a vonatkozásban. És tudnunk kell azt, hogy a pszichodinamikai nézőpontból nézzük, akkor pedig egészen biztos, hogy a tüneti fenomenológiai diagnosztikán kívül pszichodinamikus diagnosztikára is szükség van. Röviden, hogy a kérdésre, azt is gondolom, hogy nyilván a könyvnek kellett valamilyen módon egy didaktikus felosztást követni. És ugye a téma bonyolultsága miatt azt hiszem, hogy még elveszni aztán egy mélyebb pszichodiagnosztikai eszmefutatásba, az már nagyon bonyolult, tehát itt volna szerintem a megérhetést. Tehát itt ez a kategorizálás, ez a szokásos, az emberi gondolkodásnak az egyszerűsítése és abba való tájékozatás. Lehet, meg hát azt is gondolom, hogy így kompatibilis valahogy a pszichiátriával, hiszen mégis ez egy pszichiátria könyvnek íródott ki az a címe. Tehát, hogy valahogy ez így a medicínával köszönő viszonyba kerüljön ez a pszichodinamikus gondolkodás, ez egy fontos dolog. Azért én a szomatikus medicínában most nekem eszembe jutott egy paralel történet, az immunbetegségek, ahol vannak ilyen spektrumok és csúszkák, ahogy Jelen azt mondta, tehát az is egy nagyon bonyolult rendszer, mint az idegrendszer, úgyhogy azért nem annyira egyszerű ott a szomatikus vonalról se kategorizálni. Én azt gondolom, hogy ezzel a megszorítással kell kezelni ezt a könyvet, tehát hogy nyilván hozzá kell tudni gondolni azt a dinamikus diagnosztikát a gyakorlatból, ami segít aztán a terápiába. Tehát ebből a szempontból ezt a részt én azt gondolom, hogy valószínűleg én úgy gondolom, hogy didaktikusokból háttérbe szorították azzal a megszorítással, hogy igen, van egy eszmefuttatása a diagnosztikának ezekről a problémáiról. Igen, amit én meg szeretném, hogy azért a terápia is nagyon nagy, tehát nem csak a diagnosztika az, amit tárgyal a könyv, hanem maga a terápia, azért ez nagyon-nagyon fontos, és hát annyira, tehát hogy én azt gondolom, hogy nincs, én nem találkoztam még egy könyvvel, amiben a neurobiológia, például a családterápiával, a zeneterápiával, a művészetterápiával, a csoportterápiával, hogy mondjam, rendszerbe kapcsolódik. Tehát, és egy, nem vitatkozom a Jánossal, de én például a csoport részét, csoportanalízis részét olvastam a könyvben, ahol pont a skizofrének és a pszichotikus betegeknek a csoportanalitikus lehetőségeiről van szó, hogy egyáltalán lehet-e csinálni csoportot ilyen típusú páciensekkel, és a könyv a leghatározottabban igent mond, csak hogy ehhez megfelelő képzettség és felkészültség kell. És hozzáállás kell. És nyitottság. És nyitottság. Tehát, hogy a könyv látszólag nagyon száraz, de írtó tömény,
és én azt mondom, hogy nagyon szenvedélyes is, hogyha lehet ilyet mondani, abban a tekintetben, hogy nagyon ragaszkodik ahhoz a fogalomrendszerhez, amit a könyv elején vázol. Igen, hát ezt én is azt gondolom, hogy az nagyon átjön, hogy elkötelezett írók, szerzők tették le itt, hogy írták meg ezeket a fejezeteket, tehát hogy én is azt éreztem, hogy ha kérdezted az előbb a terápiás, mit változtat az előbb, az, az mindenképpen változtat. Dicsérjed egy kicsit, mert Igen. Mert hogy ez egy ellentmondás, nem tud egy ilyen úttörő munka más lenni, mint hogy ellentmondásos. Tehát hogy én azt gondolom, hogy rettentő sok nagy értéke van, és természetesen látni kell benne még azokat amit nem tud beteljesíteni, mert nem tartott a tudomány, tehát az olyat nem tudnak leírni, ami nincsen, és azt hiszem, hogy ezt korrektül meg is teszik, hogy nem mennek el dolgok, tehát megfogalmazzák, hogy mi az, ami egy teória, és mi az, ami mellett evidenciák vannak. Tehát ilyen szempontból tényleg lehetnek hiányérzetei az embernek jogosan, de hogy ez azt gondolom, hogy tudomány fejlődésének a része. Szóval, hogy ezt akartam mondani, hogy pont ezt a nyitottságot hagyja meg, tehát meg azt, hogy vegyük észre ezeket a dolgokat. Tehát nagyon jó, hogyha egy pszichoterapeuta elolvassa, mert ki tud mozdulni abból a komfortzónából, úgyhogy kap egy támaszt, hogy csak a pszichológiából gondolkozom. És azt gondolom, hogy egy neurobiológus, vagy egy medicinális szemületű pszichiáternek is nagyon sokat ad ahhoz, hogy ezt a pszichoterápiás részt jobban tudja. Tehát egy közös nyelvet azért teremt mindenképpen, és ez egy közeledést jelent, ami szerintem mindenképpen fontos a később is, hogyha tervezünk terápiákat, szóval ez mindenképpen erénye. Az utolsó kérdésem, amit lehet egy picit hosszabban válaszolni, hogy ez a könyv, hogy megjelent magyarul, ennek milyen jelentősége van a orvosi praxisra, a pszichoterápiás praxis és az oktatásra. Mi lesz más? Lesz-e más már így? Hát ami várható tőlem, ez az a szándékot kérdezi a kiadó is, hogy ha már ekkora munkát belefektettünk, akkor mi lesz a várható hatása? Ezt egy pályázatban is ugye indokolni kéne, hogyha most pályázatot írnak. Hát ez a kérdés. Én az első hatást, amit gondolnék, az az, akik elolvassák azoknál, a szemléleti bűnülés. Tehát én ezt nagyon érzem. Én ezt magam átéltem akkor, amikor, ha most szabad már hosszabban beszélni, akkor fiatalként bekerültem egy pszichoterápiás közegbe, és ott az igazgatóhoz lehívott, miután egy hétig ott dolgoztam, és azt kérdezte, hogy te neked milyen diplomád van. Én ezt a kérdést nem tartottam egy értelmes kérdésnek, mert ezt úgy lehetett tudni, hogy egy orvosi diplomám van, és mondtam is, hogy igazgató orvosi diplomám van. De akkor mindjárt az ő reakciójából megértettem, hogy ez csak egy indító kérdés volt, és azt mondta, hogy nem elég. És azt mondta, hogy egy hetem van rá, hogy elgondolkozzak, hogy milyen egyetemet végzek még el. És akkor én elgondolkoztam, hogy milyen egyetemet végzek még el. Szóval ez pszichoterápiás hely volt, úgy gondoltam, hogy pszichológia nagyon érdekes, de hát a pszichoterápiából is a pszichológiának azt a részét be fogom járni, ami itten kell. És ezért szociológiára jelentkeztem. És elvégeztem a szociológiát. Azt gondoltam, hogy nekem életemben erre biztos semmi szükségem lesz. És meg kell mondanom, most már sok év távlatáról, hogy hihetetlen szemléletbővülést hozom. Egész másképp értem a társadalmi folyamatokat, egész másképp értem a betegeket. És amit nem is gondoltam, hogy aztán 20 éven át német hallgatóknak oktatok orvosi szociológiát az orvos egyetemen. Szóval, hogy meg szociális munkásoknak is. De a szemléletváltozás volt egész döbbenetes. Tehát, hogy kiléptem attól, amit Enikő mondott, ezt az orvosi komfortzónából, és elkezd az embert másképp gondolkozni, és a másképp gondolkozás során másképp viszonyulni. Tehát ez az első hatás. A második, ez a másképp viszonyulás. Ez megmutatkozik egy terápiás bővülésben, akkor már nagyon jók vagyunk, és ha megmutatkozik egy
kutatási elindulás van, az, hogy keressük, tovább lépünk a mély életem, ami mindig mélyebbre megyünk egyen, még mindig azt szeretnénk megtudni, ami ott még a mögött van, hogyha ebben eljutunk az agyi struktúrákig, és azt is valamelyest megértjük, az biztos, egészen biztos, hogy a pácienssel való élő kapcsolatban hasznosulni fog. Akár terápiás eljárás módokban, akár új részterápiák kigondolásába, akár úgy, hogy a pszichotikusokkal ismerünk csoportot vezetni, tehát speciális populációkra tudunk specializálódni, de ennek valahol ez az elméleti háttér kell, úgy, mint egy tartás. Én azt gondolom, hogy kutatók, egyetemi beágyazottságú embereknek nehézségük van a napi terápiás gyakorlatban, mert a pszichoterápia az egy készségek része, meg igazából, tehát ezt azért kimutatjuk, hogy itt van egy gap, itt van egy közbevetés. És nem is az ő feladatuk feltétlenül. De az ő tudásokból nekünk, terapeutáknak meríteni, és azt beépíteni a mi terápiás gyakorlatunkba, az viszont a mi feladatunk. És ilyen könyvek nélkül nem lehet. Tehát nagyon jó egy terápiás könyv is, ami elmondja, hogy hogy kell terápizálni, meg mind. Vannak sok ilyen könyvek, ezek nagyon fontosak, de nagyon fontos, hogy legyen egy olyan, amely megadja hozzá az elméleti alapokat, és szélesíti ezt a háttér gondolkodást, amivel el lehet kezdeni, akár saját magunk is tovább építeni ezt a hidat, hogy ne ilyen gap legyen a elméletek és a terápia. Én is ehhez tudok csatlakozni, hogy és most már csak 20 éve tanítok a medikusokat, és most már egy jó pár éve pszichológus hallgatókat is, tehát hogy van azért az oktatásban egy olyan probléma, hogy nincs ez a két irány egymásra hangolódva, és azért mégiscsak a pszichiátria vagy pszichoterápia területén, a klinikai területén azért nagyon sok közös dolgunk van együtt, és azt gondolom, hogy ezt a közeledést nagyon segíti, tehát hogy tényleg ehhez ad egy tartást, vagy mankót, vagy egy sorvezetőnek alkalmas ez a könyv. Még akkor is, hogyha valószínűleg pár év múlva rengeteg gondolat, tehát meg fogja haladni a tudomány, vagy pontosítja, vagy egy kicsit helyre teszi. De mindenképpen ilyen szempontból nagyon fontos. És hát én örülnék, hogyha az lenne a trend az oktatásban egyébként, hogy az ilyen típusú könyvek bekerülnek a minimum az ajánlattan könyvek közé. Tehát hogy ez egy nagyon, nagyon jó irány lenne. Azt mondom, hogy mind a pszichológia szakban, mint pedig akár a szakvizsgálói anyagban mondjuk, medikus anyagban talán túl sok, de mondjuk egy szakvizsgára készülésre, mert azt gondolom, hogy ilyen elolvasni egy ilyen típusú megközelítésben a szakmát, úgyhogy mindenképpen ez egy kívánatos dolog. Hát az helyzet, hogy még egy kérdésem van akkor, hogy itt vázoltátok azt, hogy a magyar klinikumban, kutatásban milyen szerepe, feladata lehet a könyvnek. János többször beszélt arról, hogy kutatás, hogy itthon is kutatásban feladatok vannak. Mire irányulnak a kutatások? Tehát milyen kutatási területek vannak itt a pszichiátria, pszichoterápia területén? Mire gondolt, amikor erről beszélt? Hát most én szigorúan a könyv vonatkozásában szorítanám ezt, és nem egy általános áttekintés adnék. A könyv vonatkozásában én két irányt tudok elképzelni. Az egyik irány az, hogy becsatlakozni, tehát a különböző klinikai helyek, becsatlakozni olyan egyetemi intézetek mellé, ahol ezeket az MR kutatásokat csinálják, és ezt a vonalat tovább erősíteni pszichoterápiás vonatkozásban. Tehát legyenek nekünk is ilyen eredményeink, vagy legyenek nekünk is ilyen kontroll eredményeink. Ez azért nem semmi volna, és ma már azért az MR nem olyan lehetetlen elérésű Magyarországon, én esélyt látok arra, és azért a kutatóhelyeknek is szükségük van arra a klinikumból származó adatokra, relevanciára, páciensekre, stb., ami egy közös kutatást lehetővé tesz. Tehát ez az egyik része a kutatásnak. A kutatásnak a másik része az a klinikum területére esne,
és a klinikum területén pedig azt lehetne vizsgálni, hogy most azokról a következtetéseket, amiket a könyvben jut, és ennek a elméleti hátterén, lehet-e klinikai kísérleteket folytatni, terápiás kísérleteket. Hogyan lehetne például egy-egy mondjuk pszichotikusok számára csoportot ebben a szemléletben megvalósítani, tehát levalidálni tulajdonképpen a klinikumban azokat a kutatási szempontokból származó ajánlásokat és eredményeket, amiben van. Ez egy könnyebb vonalat, mert ugye a klinikumban ezzel könnyebben dolgozunk, de nagyon ígéretes. És viszont vissza is hat majd az egészre, tehát egy ponton túl a kettő azért összejött, csak kutatási indításból ez mégis kétféle irányba gondolom. Én sem tudnék így konkrétumot hozni a jelenlegi kutatásból, mert én sem maradnék emellett a konkrétumnál, mert hogy valóban az van, hogy a pszichoterápiás kutatások kevés van szerintem hazánkban. Sokkal inkább vannak a klinikai kutatásban, mondjuk például neurokognitív irányban vannak bizonyos pszichotikus kutatások, tudok Pécset, ami azért a működésmódról szólnak, szociális kognícióról, ami már ilyen vonatkozásban vannak. Például azt nem is tudom, hogy a kis pszichiátriai kórképek klasszikusan és pszichiátriai kórképekről van egy kutatás nagyon. Tehát azt tudom, hogy az egyetemi pszichiátriai kutatás az elég erős szizofrénia vonalon. Ilyennek van egy hagyománya a Szegedi Egyetemen is, a Pécsi Egyetemen is. Most a Balassa klinikában genetikai vonalon, de ezek majdnem mind vagy fejlődésspektrumzavarok, vagy klasszikusan a szizofrénia kutatását illeti. Tehát terápiás kutatások nem nagyon vannak. És ez azért is van, mert ilyet mi is próbáltunk, és ahogy foglalkozunk, borzasztó nehéz összehozni egy olyan csapatot, aki erre képes annak a finanszírozását összehozni, a beteg anyagot olyan módon tudni vinni a beteg ellátásba, tehát hogy a beteg megkapja az ellátását, hogy abból aztán még kutatási eredményeket is lehessen produkálni. Tehát nem véletlenül azért, hogy ezt a gazdagabb és nagyobb gazdagabb országoknak is a nagy kutatócentrumai vállalják fel tulajdonképpen ezeket a dolgokat. De én azt gondolom, hogy ilyen kisebb szeleteket ebből fel lehetne vállalni. Illetve például tudok arról, hogy ilyen MR, tehát képalkotó vagy bekötött traumakutatás, például a Kiri professzornak van ilyen. Mondjuk az nem egy dinamikus irányban, hanem egy CBT terápiát követően. Tehát, hogy ilyen kisebb vizsgálatok vannak. Dinamikus irány az azért. Annak ellenére, hogy ennek például nagyon nagy a terápiás hagyománya Magyarországon, például abban biztos, hogy jó lenne. Hát nagyon sok terület van, ahol lehet ezt használni. Nagyon szépen köszönöm. Van-e még esetleg valami, amit elmondanátok? Fogjon el hamar a könyv. Újra kelljen nyomni. És nem a kiadó miatt mondom, hanem a haszna miatt. Hát kicsit egy-két kérdésre van mód. Kérném, hogy mikrofonba. Maradhatok üve? Persze. Éva Péter vagyok. Két kiegészítés a könyvkiadó és a Észesz Géper lektor úr felé. Talán nem érdemtelen. Hangsúlyozni kellene azt, hogy jelenleg az Európai Unióban a DMS-5-tel kapcsolatos, tehát abnormitással kapcsolatos, lélek nem egészséges működésével kapcsolatos költségek meghaladják az összes többi betegségre költött összeg nagyságát. Ez dokumentálva van, akadémiai szinten, Frey Tamásék erről konferenciát is tartottak. Tehát a kezelésre, kutatásra fordított összeg jelenleg ezt meg összességében meghaladja. Tehát ez ezért szól a jövőről. A második, a könyv érdeme. Hány fejezet van?
37. Igen. 37. Utána számoltam, így hozzávetőlegesen, nem volt időm. Ez körülbelül 500 000 oldal lenne, ha a hivatkozásokat végigolvasnánk. Egy 500 000 oldal. És ez van ugye 618 oldalban. Tehát kis lexikonszerűen ugye összecsoportosítva. Szerintem ez egy elég jó érdem a könyvnek. Három apró kérdés, de tényleg aprók. Hát végül is kinek ajánlják a könyvet, ha tankönyv? Ajánlatirodalom, kötelező, szigorlati anyag? Melyik lenne? Akkor már konkrétan. Ez az első apró. Másik, ez könnyű. Mit szólna ez a könyvhez, vagy mit szólt Ringer László? A harmadik pedig a agykutatás, neurobiológia kapcsán fölvetődött többször, én néztem a negyedik fejezet, sok új eredményt felsorol, de eddig az volt az álláspont, hogy a pszichoanalízisnek leáldozott, ugye? Mi erről a véleménye, akár a könyvtünkében, akár a eddigi kutatása alapján a nem feltétlen szakemberek felé. Köszönöm szépen! Na, vegyük akkor sorba. Hogy kinek ajánlja, igen. Hogy kinek lesz, ki fogja használni az egyetemet? Mondok valamit, ez nagyon egyszerű gyakorlati kérdés. Tehát például mi tündérhegyi pszichoterápiás képzésben, ott alapkönyvként fogjuk kezelni, az oktatók megkapják, ezek szerint egészítik ki az előadásaikat, a vizsgatételekben benne lesz, és a hallgatókat alaparány ajánlott irodalomként szerepel. Következő lépés, amit Enikő mondott, az már egy másik kérdés, hogy beletenni a szakorvos, tehát a szakorvos képzésbe. Én nem, az a kérdés, hogy lesz fogadva a könyv, tehát ugye, hogy most egy kis kör vagyunk ebben, amikor terjed a könyv és elolvassák, és jónak találják, nincs ennek se teljes esélytelensége, mindenesetre ajánlott irodalom. Ugye, de azért tudni kell, hogy a szakorvos képzésben már nincsenek pszichológus képzésben konkrétan könyvek, hanem ott olyan irodalom több könyvből kell összeszedegetni. Tehát ez azért ez így lehetséges. Mi volt még a kérdés? A Tringer professzor szerintem nem olvasta, de fogok neki egy példányt jutatni, hogy olvassa el. Szerintem örülünk neki. Jó, egy picit... Pszichoanalízis volt arra. A pszichoanalízis tekintetében, ugye vannak akik szerint a pszichoanalízisnek leáldozik, mások meg föláldoznák szívesen. Én azért a szó visszatekintve, éppen ennek Erik Kendallnek van egy mondása, 1998, nevezetesen az, hogy a pszichoanalízis mindmáig a agyi, tehát a patológiás történéseknek, lélektani történések legkoherensebb elméletrendszere. Erik Kendall mondja, ugye, aki memória kutató volt, és Nobel-díjat is kapott már egy mellékesen. Ez a mondása megáll. A pszichoanalízissel nem az van, hogy elavul, hanem nagyon érdekes dolog kezdődik el, amit Károly is mondott egy Freud, vagy nem, Enikő, te mondtál egy Freudi utalással, hogy modernizálódik. Nem veszti el az érvényességét, és a pszichoanalízissel mindig az volt a jellemző, hogy tulajdonképpen nem egy elmélet, hanem elméleteknek egymásra épülő halmazat, ami úgy néznek ki, ha egy kicsit szemlélteni akarom, mint egy hagyma, tehát mindig rájön egy következő réteg, úgyhogy az alatta lévő réteg érvényessége nem váltódik le. Tehát ezért például az apró példa, Freudnak a topográfiai modelljét, azt épp úgy használjuk, mint a strukturális modelljét, miközben már régen szervpszichológiában gondolkodunk, vagy relációs pszichoanalízisből a kapcsolat emelkedik ki. Tehát ez egy elméleti halmaz, jó bonyolult is annak, aki ebben nem járatos, viszont éppen emiatt állandó megújulásra képes. És nagy a gyakorlati relevanciája. Tehát, hogy a könyvnek éppen az az érdekessége, hogy nem azt mondja, hogy kérem, ez volt, ez most nem érvényes, hogy kezdjük egy egészen mást, hanem azt mondja, hogy ez van, és ezt elkezdjük összehozni a legújabb kutatások, megnézzük neurobiológiai oldalról, és megnézzük, hogy a kettőből együtt lehet-e összekovácsolni egy kvázi új tudományágat, a neuro
pszichodinamikus pszichiátriát, ugye ez a könyvnek a címe, neve is, de ez az az irányzat, amit a szerzők maguk elé kitűznek. Ez nem váltja le a pszichoanalízist. Én meg annyit szeretnék mondani, hogy hát én nem csak egy kiadóban dolgozom, hanem van egy alapítványunk is, a Lélekben Otthon Alapítvány, ami pár hónapja az EUFAMI-nak, ez az Európai Uniónak a pszichiátriai betegek ernyőszervezete, tehát itt összegyűlnek azok a civil szervezetek, akik különböző országokban pszichiátriai betegek ellátásával, jogaival foglalkozik, és mi ennek tagjai lettünk, úgyhogy most én kapom folyamatosan a szakirodalmakat, és tegnap előtt kaptam egy irodalmat, ami arról szól, hogy vajon miért van az, hogy ez a hatalmas költség, amiről ön beszélt, tehát ebben nincs vita, hogy az egyik legnagyobb, tehát a társadalom biztosításra többek között van, nem feltétlenül a leghatékonyabban kerül elköltésre az a pénz, amit a társadalom biztosítás a pszichiátriai betegekre fordít. És akkor, hát ezt nem én mondom, hogy elküldöm Jánosnak ezt a cikket, és akkor azt mondja, hogy egy nagyon sok szereplős dologról van szó. Tehát, hogy itt egyrészt vannak közgazdászok, egyrészt vannak politikusok, egyrészt vannak kutatók, másrészt vannak gyakorló terapeuták, akik nem csak arról van szó, hogy különböző nyelveken beszélnek, és különbözőképpen fejezik ki magukat, és nem értik meg egymást. Tehát például azt, hogy evidencia, azon egy közgazdász egész mást ért, mint mondjuk egy kutató, vagy például adott esetben egy betegszervezet. Tehát nem csak a nyelvről van szó, hanem azokról az idősíkokról is, amikben ők gondolkodnak. Tehát például mit jelent az, hogy tervezés? Mit jelent az, hogy egy terápiás folyamat? Egész mást értenek a különböző szegmensek ez alatt, és hogy kellene valamilyen közös platform arra, hogy a fogalmakat tisztázzák. Nagyon-nagyon fontosnak gondolom ezt a kérdést, amit ön felvetett. Én azt gondolom, hogy például ebben a könyvben, ahol a gyakorló terapeuták, a pszichiáterek, a neurológusok között egy olyan platform teremtődik meg, hogy jobban megértik egymást, ez például egy minta lehet. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, nagyon szépen köszönöm, hogy bemutatták a könyvet. Nagyon szépen köszönöm a munkátokat, a munkáját Jánosnak, és köszönöm, hogy eljöttek, és bízom abban, hogy a könyv jó helyen lesz, olvasókra talál. Köszönöm szépen!